Szép jó napot kívánok mindenkinek! 2017. november 19-e vasárnap van, és adott egy túra, egy rövid túra. De milyen is ez a túra? Hagyok egy kis hatásszünetet. Gyönyörű szép novemberi táj. Még ugyan nincs hó. Ellenberger. Mutatok valamit. Gondolom mindenkinek feltűnt, hogy csörgök-zörgök itt a kerékpárral. De nincs itt valami ellentmondás? De van. Hogy tekerek én? A levegőbe? Hát igen. A levegőben tekerek. Mert ugyanis hozzájutottam eme szerkezethez, amit rekumbensnek hív a köznyelv, vagyis még hétköznapi nyelvén a fekvőkerékpár. Hát egy ilyennek vagyok én a tulajdonosa, mégpedig a háromkerekű verzióból. Igaziból ez a túra nem egy óriási túra, ez egy kipróbáló túra. Vagy más néven kipróba túra. Nem kényelmes jelenleg a szerkezet, mert több sebből vérzik. De hát hozzám, mint őrül kerékpároshoz, jó kezekbe került. Lehet látni, hogy egy kicsit ilyen, hát érdekes módon láthatom az autókkal, akik előtt megyek, hogy jövök, vagy megyek. Inkább megyek, de aztán meg jövök. Na jó van, félre a tréfákkal. Több sebből vérzik a szerkezet, de nincs veszve a dolog. Némi idő, meg pénz ráfordításával menthető a szerkezet. Hamarosan megmutatom, hogy is néz ki valójában eme csodajárgány. Huszár Miklós határában vagyok egyébként. Csak kipróbálom a szerkezetet egy nagyjából 5 kilométeres távon, vagyis pontosabban 10, hát ugye oda-vissza 10. Itt azért megmutatja majd a valójában a dolgokat, hogy miben nem jó, meg miben jó a szerkentyű. Igaziból normál kerékpározáshoz képest a mostani beállítása az pont olyan, hogy lezsibbad tőle az ember lába. De hát, valahogy csak túléljük. Meg igaziból nincs fejtámasz a fejem mögött, mert ugyanis ebben nem ülés van, hanem fotel. Ami kényelmes is lenne, hogyha nem ebben a nagyon egyenes pozícióban történne a tekerés. De hát sajnos nagyon egyenes háttal ülök, és én úgy érzem, hogy lecsúszok róla. De hát baj csak nem. Na, ide is érek lassan a Huszár Miklós határában lévő csatorna híthoz. Ott leteszem a szerkezetet, és akkor majd megmutatom, hogy ez milyen is valójában. Nos, hát akadnak még kerékpárosok ilyenkor. Lehet, hogy én is elmegyek arra, egy kicsit megnövelem itt a túrának a hosszát, távolságra. Na, gyerünk!
Na hát kijöttem ide a Nemzeti Park lágyölére. Eléggé olyan borulós az idő. És akkor jöjjön a szerkezet, amivel kitekertem ide. Hát ő lenne az. Hát szépen az árnyékom ott van, de ez most minket nem nagyon érdekel. Jobban inkább e szerkezet. Hát vannak hibái sajnos, mint ezt már mondtam is. De nem olyan vészes a helyzet. Lesz min javítani. Ő lenne ez a kétkerekű rekumbens kerékpár. Kétkerekű, háromkerekű. Beszélek itt marhaságokat. Ő a fekvőkerékpár. Tadpól. Angol nevén. Hát ilyen csúnya zöld, meg egyebek. Nekem ez a szín nem tetszik. Ezt valaki legyártotta magának. Ez egy teljesen egyedi kerékpár. Léteznek hasonló kerékpárok, hasonló felépítéssel, de nem pont ugyanígy néz ki. Úgyhogy ebből egyetlen egy van az országban. Az is most már az enyém. De hát erőteljesen nagy átalakítások lesznek rajta. Úgyhogy a későbbiek folyamán ebből lesz majd videó is. Pontosabban videósorozat. Na, úgyhogy idei utolsó túrázásom. Túrázásom, hát kerekezésem inkább ővele történt. Na és akkor el is értem ide, ahol a Zavarkagán sírhoz lehet bemenni. Hát nem megyek tovább. Itt szépen megfordulunk. Ami nem egyszerű ezzel a szerkezettel. De hát jó van. Ő itt a Zavarkagán sír. Már egyszer voltam. Nem óhajtok ezzel a szerkezettel bemenni. Szerintem elülnék vele. Hát inkább vissza. Mivel ez egy tesztkör. És azért nézegetem a hibákat, hol vannak hibák, hol nincsenek. Nem lesz ez rossz. Nem tudom, mennyi lehet a hőfok, de most így, hogy a nap kisütött, egész kellemes. Bár azért már november lévén eléggé hűvi volt a reggel is. De hát jó van. Mit várjunk? 30 fok már nem lesz. De én ilyenkor is szeretek kint lenni a természetben, gondolom mindenki így van ezzel. Főleg, ha ilyen gyönyörű szép már az ég, ilyen nagyon szép kék. Na, karikázom vissza a kisvárosomba. Hát nagyjából olyan, nincs ugye kilométer órám sem még ezen, annyira friss a szerkezet. Úgyhogy fogalmam nincs, hogy mennyi kilométert nyomtam eddig le. Hát a térdem egy kicsit zsibbad. Ami szerintem ebből a nem eléggé fekvő pozícióból akad. Tehát fekvő, de mégis nagyon egyenes az ember háta, és úgy érzem, hogy lecsúszok a kerékpárról. De ha ezt átalakítjuk, szerintem jó lesz. Meg hát, hogy itt a kerekekkel vannak még problémáim. Túl nagy. Mert 26-os kerék. Mert ugyanis 26-os. Az átmérője mindenhol a kerekének, és ez köztudott a rekumbenst használók körében, hogyha három kerekűről van szó, akkor az bezony 20-asnak kell lennie elől a fordulékonyság véget. Na most ez nem annyira fordulékony ez a szerkezet, úgyhogy meg kell gondolni vele kétszer is, hogy hol kanyarodunk vele, hol nem. Na de, akkor hasítsunk hazafelé. Szerintem egy olyan 10 km körül lesz a kis túra. Azért az autósok eléggé megadják a tiszteletet. Nem tudom, hol lekopogni, csak a fafejemen. De hát ez így jó. Na nézzük meg, hogy lehet átmenni egy sorompó alatt ezzel a ketyerével. Na hát, kérem. Itt a szerkezet, mármint a kapu szerkezet.
Egyedül a zászlótól félek, mert ugyanis van itt, hát lehet, hogy most épp itt van, lehet, hogy éppen a nap belesíti a lencsét, szóval vígan át lehet menni a mi ez a kapu alatt, vagy csorompó alatt, de szerintem a zászló melakad, igen, sőt, át is ment. Na, hát ennyi. Na igen, elég nagy a fordulókör, gurulás vissza. Hát aztán némi nemű emelkedő jön, ami ezzel a szerkezettel megint csak elég gáz tud lenni. Jaj. Embernek legyen erő a lábába. Aztán. Jó, hát mondjuk a váltója sem működik jó. Le se vált a legalacsonyabbra, de amikor leváltott, akkor meg egyszerűen nem volt jó, nem jó az áttételezése. Én úgy láttam, hogy, vagy úgy számoltam, hogy elő 25 fok van, ami nem egészen épp egy, vagy jó dolog egy ilyen szerkezet másztatásához felfelé. Eléggé kellemetlen tud lenni. Ez, mert egy nem könnyű szerkezetről van szó, valljuk be. Szóval az előző bringám se volt éppen egy pehelysúlyú bajnok, az önmagában a 17 kilójával. Plusz a súlyok, amiket mindig vittem. Hát ezt szerintem nem mértem még, de hát úgy kapásból én a közel 30-ra satszolom a súlyt. De lehet, hogy nincs ennyi, nem tudom. Majd ha átépül a szerkezet, a legvégén le fogom úgy is majd mérni, hogy mit kóstál kilóra. Már ugye kezdem megszokni, még így is, hogy nincs rajta átalakítva semmi se. Annyira talán nem is zsibbad a térdem, vagy csak szokatlan a tekerési pozíció, nem tudom. Hát a gödrök, meg a bukkanók, meg az ilyenek, hát azok érdekesek. Mert ugyanis az ember azt gondolná, hogy ó, hát átmegyek fölötte, hát nem kapja el. Aha, dehogy is nem, a hátsó kerék az igen. Pont ilyen meggondolásból azonnal, és nem az, hogy az embernek a segének oda jut, hanem a hátának ver oda a szerkezet, úgyhogy baromi jól tud esni. De hát ez a legnagyobb baja. Nézzenek oda, itt meg tiltják a marhákat átkelni az úton. Akkor én már nem vagyok nagy marha, csak egy kicsit. Hát rendesen jó esik. Igaziból nagyon sok hetet hagytam ki most tekerés szempontjából a másik kerékpárral. Valahogy úgy jött a helyzet ki, hogy nem volt időm, nem volt kedvem, rossz volt az időjárás, stb. És na igen, erről beszéltem. Jó hátba vágja az embert. Szóval nem volt kedvem tekerni, meg időm se. És közben hozzájutottam ehhez a szerkezethez. Úgyhogy lesz mind dolgoznom a télen. Nem a felesleges kilókon, hanem a hát végül is a felesleges kilókon, úgy is lehet mondani. A bicajról lekapkodunk egy-két felesleges kilót, ha le tudunk. Na de, zárom is a történetet, mert majd még túl hosszú lesz. Inkább majd átadom a tárhelyet a YouTube-on az építkezős videónak, vagy szerelgetős videóknak. Az egy kicsit lehet érdekesebb lesz. Bár, aki a tájat szereti, annak ez is érdekes. Azért mifelénk nem nagy a történés, nincsenek hegyek, itt csak egyedül a pusztaságon, meg ez a sok autó, meg ilyen régi tanyák, vagy mik ezek. Hát nem, most pont beleért ez a... Aha. Jaj, lemegyek az útról. Szóval, inkább a szerelgetős videók jöjjenek majd.